Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A Szociális Bizottság november 19-én ülésezett 9 napirendi pontban. Az első napirendi pontunk volt beszámoló a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról. A jegyző úr tette meg a beszámolót, amelynek főpontjaként említette az ASP rendszer bevezetését, zökkenőmentesen működik hivatalunkban, ami a többi településhez képest példaértékű, hiszen nálunk már minden rendszer átállás megtörtént. A Bábolnai Százszor Szép Óvoda és Bölcsöde 2018-19. Évi munkaterve volt a második. Napirendi pontunk Lipótné Horák Valéria intézményvezetőasszony számolt be az intézmény munkatervéről, a tervezett eseményekről, a kapcsolatainkról, programjainkról. Harmadik napirendi pontunk volt beszámoló a 2018. évi pályázati lehetőségekről, folyó és lezajlott pályázatainkról. Negyedik napirendi pontunk volt a 19. évi felújítási fejlesztési elképzelések. A költségvetés megalkotásához minden évben megteszik a képviselőtestület tagja, illetve az intézmények azokat az elképzeléseket, kéréseket, amelyeket a következő évben szeretnének megvalósítani. Valamennyien egyeztünk abban, hogy a legfontosabb most a futó pályázatok végrehajtása, illetve megvalósítása. Ennek érdekében csak a nagyon szükséges feladatok, előttünk álló feladatok végrehajtását kértük a testülettől. Ötödik napirendi pontunk a helyi adók mértékének megállapítása 2019 évre nézve. Nem javasoltunk emelést az adók tekintetében, illetve a kommunális adó esetében mentességet lehet kapni a szűrővizsgálatok teljesítésénél. Itt a tüdőszűrés, a vastagbélszűrés, a méhnyakszűrés és az emlőrák szűrés mellé javasoltuk bevenni férfiak esetében a prostata szűrővizsgálatot. Ez még javaslatként szerepel, a pénzügybizottság és a testület fog majd erről dönteni. Hatodik napirendi pontunk volt a helyi esélyegyenlőségi program újraalkotása. 5 évente szükséges újraalkotni az esélyegyenlőségi programot. A jelenlegit elfogadásra javasoltuk a képviselőtestületnek. Hetedik napirendi pontunk volt a városi internetes rádió lehetősége. Török Sándor intézményvezető úr adta elő ezt a napirendi pontot. Régebben is volt már városi rádió, valamikor régen Bábolnán, annak az bizonyos okok miatt megszűnt. Most az internetes rádió lehetősége azért jó, mert nem kell hullámsáv hozzá, semmi különleges dolog. Szeretnék bevezetni, állandó és változó műsorokban gondolkodnak, ilyen így például lehetnének hírpercek, a testvértelepülési hírek, akár esti mese, de zöld percek és különböző interjúk is a helyi ismert emberekkel, illetve a bábolnai lakosokkal. Javasoljuk a rádió megvalósítását a testület felé. 8. napirendi pontunk tájékoztatása Filmklub 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi terveiről. Ez az Élj a filmben című rendezvénysorozatról volt szó, amely pályázati úton valósult meg a városunkban. Akik részt vettek a rendezvényen, tudják, hogy milyen sikeres volt, összehozta a generációkat, nagyon jó ízű beszélgetések zajlottak a filmnézések közben, és a filmek vetítése közben, és ezt szeretné a rendezőség tovább vinni a 2019. évben is, amennyiben erre lesz lehetőség. 9. napirendi pontunkban pedig az avar és a kerti hulladék égetésének szabályozására tettünk javaslatot. Jelenleg Bábolnán nincs helyi rendelet erre vonatkozóan, de több lakossági megkeresés alapján úgy gondolja a testület, vagy felvetődött többször is már, hogy legyen helyi rendeletünk. Ennek mikéntjét, illetve azt, hogy milyen időközönként legyen, milyen órában, erre november 30-ig kell javaslatot tenni a képviselőtestület tagjainak, és a decemberi ülésre fogjuk visszahozni a rendelet javaslatot a testület felé. Zárt ülés keretében tanulmányi segélykérelmek, Burza Hungarika felsőoktatási pályázatok elbírálására és segélykérelmek elbírálására került sor. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot kívánok!